elképesztő ritmus játéka, Crypt of the Necrodancer. Ezt fogjuk most nyomni, srácok. Ez már egy jó pár éve megjelent game. A legutolsó update 2017-ben jött hozzá, és 5 évnyi szünet után itt egy DLC, a Synchron, ami elhozta az akár 5 fős kopott 3 új karakterrel, teljes szétmodolhatósággal, úgyhogy reméljük, hogy idővel jön majd a magyarítás hozzá. Végtelen mod lehet egyszerre ment a játékba. Eddig is lehetett custom zenét berakni a játékhoz. Úgyhogy nem az lett modolható, hogy saját zenére lehet táncikálni, hanem mindent, képet, pályát, tudjátok, ami ilyenkor szokás, szétmodolható lett a játék, nagyon durván. Mindezzel együtt egyébként jöttek új fegyverek, képességek, itemek, ellenségek és shrine-ok. A három új karakter egyike... Három karakter egyike képes az ellenséget megszállni, és annak erejét használni. A másik tud dash-elni, sértetetlen dash-es támadása van, és elég gyors. És van a harmadik, a klarinetta, vagy nem tudom, hogy hogy hívják. Ő pedig egy hatalmas, egy nagyon nagy, very big palossal fog operálni. Gyakorlatilag ennyit kell tudnotok a DLC-ről. Az alapjáték, hogyha pedig nem hallottatok volna még erről a game-ről, már pedig szerintem nem olyan népszerű az idehaza. Ez egy hardcore ritmus játék, ami egyébként roguelike és dungeon crawler. Gyors voltam? Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen a 13. hónapot. Nagyon nehéz lesz egyszerre ritmusra mozogni, cselekvéseket végrehajtani, és közben beszélni nektek, úgyhogy ha esetleg össze-vissza beszélek, hebegek, habogok, vagy bénázok a játékba, az amiatt lesz, mert ritmusra kell dolgokat csinálni. Egyetlen egy achievementem van amúgy a játékba, ezzel a karakterrel végigvittem az első zónát. Bizony. És most gyorsan karaktert váltunk. Meg nem mondom nektek, hogy hol lehet karaktert váltani egyébként. Na, én azt a hatalmas pallós út szeretném, az ő, ugye? Azt így kell csinálni? Jól csináltam? Átváltottam? Nem, úgy néz ki, hogy ez nem az. Tehát, hogy én ezt félreértettem, a karaktert nem itt lehet váltani. Hanem ezeknek a skinjét lehet változtatni. Kedenc. Látjátok, még egy bombát is leraktam. És egy ilyen fura maci vagyok. Köszi szépen a pergetéseket, srácok. Szóval így kell ugrálni, de majd meglátjátok in-game, hogy milyen a game. Megyünk egy menetet. Igazából szerintem nagyjából le fog érni, hogy milyen a game. Természetesen most itt a menübe lehet így ugrálni. Őrülten, de... ritmusra kell mindent csinálni. Úgy változik a padló. Meg majd énekel a shopkeeper. Nagyon jó. Nagyon jó, ahogy nyomja a shopkeeper. Na, merre kell tovább menni? Aha. Megvan. Lehet egyébként beleásni a falba. Vannak ilyen kis treppek a földön, ami ott fölül is volt. Fölvettem egy olyan fegyvert, ami képes távolról sebezni. Legalábbis nem egy kockányira.
Nem kell ez a fagyasztókés. Ki lehet hagyni a ritmust? Ki lehet? Csak akkor szorzót bukunk. És ott van alul, hogy mekkora a coin szorzó. Igazából ki lehet hagyni a ritmust bizonyos karakterekkel. Ezzel ki lehet hagyni. Elrontani viszont egyikkel sem érdemes. Jó. Izúj, Sati. Szevasz, Connor. Jó, megvagyunk, srácok. Megyünk is tovább. Na, ez az igazi muzsika. Őt nem tudtam megütni, úgyhogy... Oda a hármas szorzó. Ja, meg vannak ilyen itemek is, mint a bomba. Hát most elszúrtam a ritmust. Na, ez olyan shoppos, aki pénzért adja a cuccokat. Város a Vampire Survivors update? Ja, város. Pénteken már csapatom is. Hogy nyomják ott. Gain items, tougher enemies. Ja, abban nem, arra nem kellett volna rálépni, mi? Na mindegy. Hát oda a teljes szorzó. Bejön ez a 8 bites zene? Rohadt jó. És erre ilyen ritmusjáték nagyon jól ki van találva. Viszont még boss nem öltünk. VIP! Oké, visszajött a szorzó. Nem tudom, kiket kéne még megölni. Véget ért a zene. Következő pálya. Megvan a shopos, van 186 pénzünk. A Helsingert jobban várod? Ne is mondd. Beleütöttem rossz falba, srácok. De, nagyon sok pénz. Mi ez, pókember? Á, megkocogtattuk a rossz falat. Kapja, az mi lehet ott? Ja, csak fura a padló. Adja magát a Blob Dance emote.
leütöttük a zombi fejét. Ja, sajnálatos, hogy eltolták a... Srácok, nem figyeltem, hogy mennyi AP-n van. Shit! Shit! És itt kiabálják, hogy help me! Vedd meg az aranykulcsot, segíts nekem! Francban. Ott van. 278 coinom lett, és egy spike trapölt meg. Basszus. Hát ez van. Ott a kis térkép egyébként jobb oldalon. Például a láncsának a tróját nem is használtuk meg. Hát na. Van ez így, srácok. Mert egy quick restart. Gyegyús, nem a te hibád. Nem a gyegyús a hibás! Jó. Torcs. Torcsál kicsit jobban. Átlátunk a falakon. Jaja, dobott nekünk egy scrollt. Szia, Duma Manó! Vájd atakját! Nem szabad a támadásába ugrani az enemynek. Jó, fele megyünk. Jó. Micsoda játszik? Nagyon komoly cucc. Egy igazi klasszikus szerintem. Jó, sokat rám csapott. Csak a gyémántot hozott ki a ránból? Bár csak tudná, nem tudom. Csak a gyémántot hozzuk ki? Lehet amúgy. Roguelite, úgyhogy valószínűleg nem sok mindent hozunk ki a ránokból. Legjobb muzsika ever! Double damage! Itt van valahol a shoppos. Nem tudjuk, hogy itt mi van. Szia, Veldorf! Szia, jaj, jó, szevasztok, srácok! Fejetlenül neki ment a falnak. Diszkóhentelés? Srácok! Mi a fene?! Hogy parancsolsz?! Hogy micsoda?! Hogy micsoda?! Srácok! Hát a sárkány idejött, azt lelehelt. Na hát most nem a... Tehát, hogy most biztos nem a gyegyus a hibás, most egyértelműen a sárkány a hibás. Igen, néztem, hogy így nyomtam a reloadot, Zakika, nyomtam a reloadot, érted? Nyomom a reloadot, figyelj, figyelj, ott nyomni fogom, figyelj, reload, puf. Süsütej, tál, lehelj rám.
Basszus! Nem oda néztem. Szervusz, szemez! Beleugrottam a támadásába, sajnos. Frost Charm. Á, ez nagyon jó game. Isteni játék. Beldorf konkrétan. Én érzem a ritmust. De az ütemet. Nem tudom, hogy lemenjünk-e. Az az őzik-e. Nincs itt semmi, srácok. De. Mindjárt vége a zenének. Mit csinált ez az obszidián tör? Az a kultista bárány az isteni. Na. A kultista bárány is isteni. Elszúrtam, srácok! Villogott egyet a billentyűzetem, mert elszúrtam a ritmust. WTF, van ilyen integráció? Bezzene. Hogy riszál amúgy a zombi? Majd nézzétek meg, amikor lesz feje, hogy nyomja. Multiply based... Aha, értem. Tehát szorzó alapú a sebzése az obsidian daggernek. Kettő dam. Két fegyver. Nyomod! Nyomod, shopkeeper! Hogy énekel? Azaz, köszi Zakika! Az ostor milyen, srácok? Az igen! Hogy oda csapott? Tehát, ha jól értem, a körülöttünk levő 8 mezőre rá tudunk csapni. Wow! Bár lehet, hogy csak oldalasan csapunk, ahogy Zakika mondja. Miért kapcsolt be a fagyasztó amulettem? Elszúrtuk, srácok. Oda a szorzó. Elalakba. Elalakba csap. Á! Hogy csúszik a jégen? Nagyon jó! Tempo down van, srácok! Gyorsul! Kicsit félek. Jó, nincs gond. Ez... miért jó? Ja! Ja! Tehát, hogy be vagyok gembázva, mint Mario? WTF! Sisi most nem piált, ja. Jézusom!
Kicsit olyan csata, mint a párbajtőr ezzel az ide-oda ugrálással. Ja! Ezt elszúrtam, srácok. Ennyit sebződtem 4 HP-ról. Itt paklementem. Igen, ránk mart egyet. Belementem az áldozós csapdába. Édes Istenem. Szevasz, Marci. Szia, Bambi. Még nem sebződtünk, ez jó? Elmegyünk a shopkeeperhez. Ja, látom már, hogy hol a térkép bal oldal, tehát ugye mondtam is. Ha jól emlékszem, hogy lehet abúzálni a shopkeepert. Inkább viszik a 2 damosat. Micsoda szoba. Rám jött a majom. Láttátok? Értem. Tehát mindenféleképpen meg kell, hogy sebződjek. De ki is lehetett volna robbantani, nem? Ja, és átjöttünk így a következő szintre. Vicces, hogy ritmusra csapja be az ajtót? Ja. Srácok, ezt elszúrtam megint. Csak a szoki, ugye? Cus. Csak a lépcsőn érdemes lemenni? Á! Srácok, kihagytam egy ritmust. Jézus! Easy! Egymás ütő után követő támadások, azok plusz damot adnak. Kiestem a ritmusban. Most kiadjuk Zakika a speedrunt. Megint kiadtuk. Kiestünk a ritmusban. Megint. Azt mondtam már, hogy ez a játék hardcore. Már akkor hardcore. Meg kell venni az arany kulcsot. Megpróbáljuk megmenteni, srácok. Nem tudjuk megvenni. Nincs annyi pénzünk. Ja hát, kb. Csak ez az első zóna az, ami így nagyon jó Zakika. A többi már írtó szívás. Na jó, menjünk akkor.
death metal. Mert, srácok. Készen álltok? Egy HP. Azt hiszem, belementünk a támadásába. A halott metal új boss? Na, tessék. Amúgy elég király volt. Nem nuboskodunk még, meg is van. Egy HP-ra hogy lementünk? Mutatok nektek akkor másik karaktert, mit szóltok? Hogy lehet karaktert váltani, srácok? Merlin, Dungeon Master, Hephaistos, Beastmaster. Tehát a Beastmaster az ugye tanít minket különböző ellenfelek ellen, különböző zónákban. Hephaistos, ő gyémántér. Ládákba old fel nekünk itemeket. Ugye 7 gyémántunk van most. Coin multiplier tudunk venni. HP konténer tudunk venni. Ezek permanens upgrade-ek. Ez még messze volt a death metal zenét? Hát még csak most kezdtük. Ez még csak az eleje volt, szemánsz. Ez nem volt ugye a full boss fight. Ugye ezek az itemek is feltűnhetnek a chestben, Merlinnél. Double the damage? Várjál. Double the damage úgy, hogy én kapok be többet. Find me in zone 1. Codex. Dragon lore. Hogy micsoda? Tehát a sárkány megöli a fejemen. Á, értem. Ezt tetszik amúgy. Elszúrtam amúgy. Majmot lelövi. Felugrunk. Felugrunk. Ne, itt nem lehet hibázni. Itt nem lehet hibázni. A pillanat, amikor már tudja, hogy elszúrta. Szerencsére itt nincs ritmus. Nem tudom, hogy ezt hogy gondolták. De hogy így megdobtam a késsel a sárkányt, és nem tudom, hogy ezt így hogyan tovább, úgyhogy... Szóval ez a Dragon Lore. Van Trap Lore, Bomb Lore, és hogyan kerüld el, hogy ne gyilkoljanak meg. És ennek az arcnak más a muzsikája, halljátok? Ez ilyen minor muzsika. Vissza tudsz menni szerintem a kis beugróba, azt mondod, kocka? Lehet, amúgy azt kell. Janitor. Removes item from the non-all zone item pool. Tehát ki tudunk venni itemeket.
Nem akarunk ilyet csinálni. Micsoda zene lett amúgy. Extra mód. Versus mód. Tutoriál. Ki az, aki tudja, hogy hol lehet karaktert választani? Mert lehet, csak... Hát, meg nem mondom nektek, hogy hol. Nem a Customize-nál. És nem is a Multiplayer-nél. És azt hiszem nem is az Option-nél, hanem valahol, valamelyik szobába lehet karaktert választani. Lehet, hogyha nyilacska dobálja a daggereket? Lehet amúgy. Greetings. Hi. Minden esetre egy coin multiplier-t azt így megveszünk. Permanens upgrade-et. Karakter select ott van, édes Isten. Alul a második... Második sor, második a lépcső a főszobában. Azaz, Ati, köszi. George, köszi szépen a 13 hónapot. Peregjenek, srácok. Van daily challenge. Peregjenek, srácok, a szvegek. Van Eli. Végtelen a bomba. Bombák rúgdosása az ellenségre. Van bard mód. Bármikor mozoghatunk, nincsenek ütemek. Ja, hogy ő a bard? Na, megnézzük a bardot, srácok. Szia, Nicikán. Van ott valami iránytű, azt is meg kéne venni. Hú, ez nagyon fura ez a karakter. Beleálltunk sebzésbe. Gold. Srácok! Mimik volt! Láttátok? Ó, ezt nagyon elszúrtuk, srácok. Begyűjtöttük az indokolatlan sebzéseket. Azt mondod? Ó. Mutatja a nyíl a kijáratot. A bárdak nincsen jó estéje? Ja, látom a nyilat. Meg ez olyan fura. Vagy így nincs ritmus. Bombával falat robbantva aranyat kapok? Mindegyik, mindegy, hogy milyen falat? Vagy ez ilyen bárt képesség? Csak a bolt aranyfala. Á, köszi! Köszi, köszi szépen, srácok. Chainmail. High damage. Gold pickup után. Hogy mondta, hogy ha-ha-ha. Látszok, nagyon rosszul állunk HP-ban. Low HP plus damage.
olcsóbb shop, plusz egy storage. De jó. 10 gold volt a fal. Köszi, srácok. Boltos, ezt tudom, hogy morci lesz. Pedig ezt a low HP, high damage-et, azt ki kellett volna próbálni. Na jó, ez a bard play az amúgy nem tetszik annyira. Mármint, hogy így bármikor tudunk mozogni, ez nem. Klarinetta, na itt van Klarinetta. Ő lesz a hatalmas palosos? Ki kombókat tud csinálni? Ezt hogy kell érteni szerintetek? Ez ugye a DLC-s karakter. Use key combos to swing your sword. Ő az, aki meg tudja szállni az ellenséget. Shuzu. Meg a charge-olós. Na jó, nézzük meg. Klarinetta. Ja, na, mehet. Klarinetta zone 1. Tehát valahogy meg kell fordítani a kardot, de hogy? Valahogy meg kell fordítani a kardot. Biztos, hogy lehet. Vagy legalább megsuhintani. Azt hogy kell csinálni, srácok? Hát például nem fogok tudni fölfele támadni. Látjátok? Én a D-peddel irányítom a karaktert. Nem tudom, srácok. Option Beguide. Control. Gondolom. Na. Select, close menu, place, delete. Copy, paste, modifier key. Redo, undo, quick save. Olyat lehet csinálni. Hát, esküszöm, nem tudom. Esküszöm, nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Van AX, igen, ugye ez a menü control, van level editoros control, de az nem hiszem, hogy segít nekünk. Replay, tehát hogy itt nincs semmi, látjátok? Replay, menü editor, és a menüben. Jobbstick. A jobbstick nem csinál semmit. Hiába a mozgató, nem csinál semmit. Jó, amúgy egérbillentyűvel azzal csinálna valamit? Pillanat, srácok. Azt mondja, hogy gameplay nem. Control, és akkor átrakjuk izére. Billentyűzetre. Így van. Na nézzük, VHSD-vel hátha.
A pauz már megvan. Amúgy, tuti amúgy egyszerű. Hát esküszöm, végig zongoráztam a billentyűzetet. Na jó, ezt nem értem, úgyhogy kilépünk. És akkor megnézzük még egyszer. Köszi. Tehát, hogy... Te jó ég. Megvan. Na de hogy lett meg, srácok? Megnyomtam. Tehát, hogy úgy kell mozgatni a pallost, hogy egyszerre nyomsz meg két iránygombot. Oké, megvan. Na de például... Tehát, hogy például analóggal nem lehet ezt csinálni. Hűha. És ezt jól lehet így kontrollerrel irányítani? Na mindegy. Nézzük meg, srácok. Most, hogy már tudjuk, hogy ezt hogy kell irányítani, a key combo. Most már tudjuk, hogy mit jelent. Így már tetszetős egyébként. Ez komoly karakter. Na, most látnátok, hogy hogyan játszom a játékot. Tehát a D-padon mindkét kezem rajta van. Bár... Nem egyszerű beat se. Nem egyszerű így se. Ugye egyszerre irányítasz és suhintod a kardot. Tehát például, hogyha alattad vannak, akkor mindenféleképpen kardot kell suhintanod. Igen, az átlós dolgokkal nincs probléma. Ez legalább a jó zene. Nincs kulcsunk, akkor esik a coin szorzó. Igen, túl nagy a palosa.
nem tudja kezelni. Még több gold kell. Megy a koncentrálás, srácok. Ah, ne! Jó! Jó. Megnézzük, hogy ez milyen karakter, srácok. Megnézzük, hogy milyen a counter, amivel ugye meg lehet szállni más ellenségeket. Nem csak körkörösen tudja forgatni. Meg kell nyomnom azt az irányt, amerre akarom, ugye, de csak átlósba tudom tenni. Ez érdekes koncepció, srácok. Nem tud ajtót nyitni például. Igen, ő meg nem tud mozogni. Igen. Tehát, hogy megszálltunk egy olyat, aki nem tud mozogni. Na, a kéket megszálljuk, ő meg csak föl, meg lefele tud mozogni. Na, ezt át kell egy kicsit gondolni, srácok. Na, ez már jobban tetszik a bugizós csonti. Ki is lehet amúgy ejektálni. Ez tetszik, ez jobban tetszik, mint az előző karakter. Na, hát őt például nem tudtuk megszállni. Oké, oké. Most már tudjuk, hogy a Chaun terül mit tud, van a Shuzu. Ő az, aki sértetetlen dash tud nyomni, és elég gyors. Na, nézzük. Azt a rohadt! Az kom. Az komoly. Az komoly! Sziasztok, Bamiszt! Mi tartás itt? Köszi, köszi! Mindjárt váltunk a siegére. Azt a rohadt. Hát ez beszarás. Ez már zone 2-es enemy, nem? A gomba. Ez eddig a legmenőbb, ja. Mik ezek a szamurái izék? Na jó, mehet még egy. Ebbe a karakterbe van potenciál.
üdv mindenkinek, srácok. Beszarás ez a karakter. Belement a sebzésbe. Ebbe is. Indokolatlan sebzés begyűjtése. Mit kell nyomni, amikor a pulzus a szívhez ér? Mindent. Tehát, hogy csak akkor lehet cselekedni, hogyha nem akarsz kombót bukni, amikor ritmus van. Ha más nyomsz, akkor esik a coin szorzó. Illetve az enemy tud egyet mozogni. Lábunkra húztunk egy cipelőt. Azt a rohadt! Azt a rohadt! Én amúgy kontrollerrel játszom. Azt láttátok, hogy mi történt? Kedvenc muzsika! Nyomod! Megyünk tovább. Srácok! Tehát itt volt egy zöld sárkány, meg lehetett volna ölni, és belefutottam a sebzésébe. Ez a karakter, ez nagyon tetszik. Vennünk kell egy torcsot. Már megvehetjük a torcsot. Szóval látod, hogy a padló segít abban, hogy tudjuk tartani a ritmust. Megyünk tovább, srácok. Szúrtam. Hát, hogy ott kiütöttünk egy ilyen jelölt falat, átjöttünk egy ilyen titkos zónába, ahol a pajzsos zombik és egy fagyasztó sárkány várt. Ez lesz az utolsó rán. Persze. Rám jött a szemét majom. Ja, nagyon jó, hogy a boltos énekel. Lett egy kuponom. Persze nem tudunk megvenni semmit.
Majd most. Itt nem volt semmi. Micsoda! Shrine of Darkness! Jaj! Megérte, ugye? Szóval ilyen is van a játékban. Lejjebb kell menni lassan. Fölvettük a coinokat. Rosszul ugrottunk. Mi van ezen a részen? Gyémánt. Eltört a csármunk. Glass torch. Aha, és vissza lehet menni. Ilyenkor jó, és maradt az átok, mekkora szemétség. Tisztára szektás lettél tegnap. Szevasz Pepe, komolyan, bejön a játszi? Bocsak. Aki esetleg nem érti, hogy milyen játékról van most szó, nyugodtan kérdezzen, segítünk, srácok. Elkaptak a majmok. Agukénak akarnak. Parancsolsz! Mi történik a képernyőn? Én se tudom. Lett egy nagyobb torcsunk, vagy legalább másmilyen. Ez jó volt. Jobb ott. Azt mondtam, hogy az utolsó. Nem! Jól átvertelek titeket. Most jön az utolsó. Az előző az nem számított. Csaló Shrine. Csaló Shrine. Na, mi volt a vacsi, Pepe? Szia, Vili! Oké, itt hatalmas vagyonok vannak. Az utolsó rának mindig a leghosszabbak? Akkor ti már csak tudjátok. Sajt, 2 HP-t feltölt. Jó kis lecsóna egészségedre, Pepe. Plusz egy dam. Az STR-es cipelő.
Mi ez? Akarod. Nem az a kérdés, hogy mi ez. Nem, miért nem tudtál róla hamarabb? Ugye? Na, ugye? Ropod! Majom! Édes Istenem! Ha. 35 coinos volt a denevér? Az igen. Jól megy neki. Torch, stack-el? Nem. Szerintem nem. Van nálam egy shield, most látom. Eltört. Eddig tartott a shield. Risk charm. Na te mit tudsz? Visszaver egy hitet, jöhet. Hit me with fire! Biztos nem ütlek meg. Megint összetörtem a shieldet, srácok. Belementem már megint! Indokolatlan sebzés, begyűjtések. Megyünk le, srácok. Hármas pálya. Defense. Jézusom! Hát erről nem beszélt senki. Ez nem volt a szerződésben. Nem volt a szerződésben ilyen hatalmas sárkány. Aj. 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 Leokáltak minket. Leokáltak minket. Néha. Olzon rán... Nem csinálunk ilyet. Szóval... hát... Valószínűleg még egyszer végig kéne vinni a Zone 1-et. Hogy meglátassátok majd milyen a Zone 2. Ugye nekem arról van is achievement, hogy... A... Melyik karakterrel? Vele. Eljutottunk a Zone 2-be. És az... Az ilyen. Ilyen kis chill. Föcskölő gombák. Pajzsos csontik. Ilyeneket is lehetne nyomni. Majd legközelebb, srácok. Én úgy gondolom, hogy néha-néha egy kicsit elővesszük ezt a játékot. Így, hogy jött hozzá content, és amúgy hát viszonylag tudok beszélni ritmus tehát cselekvések közben. Szóval mehet. Mehet majd. Nagyon zsír. Nagyon zsír. Nagyon zsír, srácok. Megnéztük az új karaktereket. Hát a kópot azt ugye nem néztük meg, de hát 80 lehet együtt játszani. Ide nyomunk, hogy multiplayer join. Tessék, ott van. Ott nyomják. All characters love. Incomplete game. Jelenleg ketten játszanak a játékkal, kettő hostol. Van lokálkóp, IP-re is rá lehet csatlakozni, hát de most ez úgy, tehát hogy fél tizenegy van, szóval valószínűleg este többen lehet játszani. Valaki csinált egy olyan
szervert a Steam leírások alapján, ahogy láttam, hogy 12 fővel együtt nyomták ritmusra. És majd nézzünk modokat is, srácok. De ez egy ilyen játék. Ritmusjáték, dungeon crawler, roguelite elemekkel. Remélem tetszik, skacok. Ez lett volna a Crypt of the NecroDancer, és annak is a Synchron nevezetű DLC, ami most ebben a hónapban 4-én jelent meg.